Üdvözöllek benneteket! Zolcer Andrea vagyok, a Sinkovics József Műszaki Középiskolában tanítok magyar nyelv és irodalmat. Mai óránk témája, amint látjátok, Nádas Péter, Nádas Péter munkássága, egy kortás szerzőről van szó, aki a mai napig ad ki újabbnál újabb műveket. Nádas Péter 1942-ben született Budapesten. Életéről nagyon röviden beszélnék, akit érdekel, utána nézhet az interneten, és találhat sokkal hosszabb és bővebb életrajzokat. Fiatalként, tehát még gyermekként elveszítette szüleit, és elég nehéz volt neki, hányatatásokkal teli volt a fiatalkora, de sikerült befejezni iskoláit. Fényképészet érdekelte különösen, fényképészetet tanult, majd később újságírást, és el is helyezkedett fotóriporterként. Emellett filozófiai órákat hallgatott egyetemen, végül nem szerzett diplomát, viszont mindazt, amire szüksége volt az élethez, így is elsajátította. Fotóriporterként kezdett dolgozni, először a nőklapjánál, majd pedig a Pest megyei hírlapnál és a Magyar Naplónál is dolgozott. Illetve Írással kezdett foglalkozni, prózaíróról van szó, tehát regényeket adott ki főleg, és lektorként is dolgozott. Felesége Salamon Magdolna. Rengeteg fontos elismerésben részesült már élete során. Én egyetemeltem emeltem ki, 1992-ben elnyert Kossuth diad, de utána nézhettek, tehát az interneten részletesen megtalálható minden Nádas Péterről ami minket igazán érdekel, az ő írásművészete, prózája. amit látjátok, ezen a képen a fiatal Nádas Péter van, egy fényképezőgéppel a kezében, mert hogy a fényképészethez hasonlította az irodalmat is. Úgy gondolta, hogy az írónak közvetítő szerep jut, és a valóságról kell közvetítenie a papírra, azt, amit lát, ugyanúgy, ahogyan a fényképezőgépben és a lencse közvetíti a valóságot a fényképre. Tehát azt jelenti, hogy mindent megfigyelt maga körül, és valahogyan ezt papírra próbálta vetni. Prózája posztmodern próza, tehát ő a magyar posztmodern egyik kiemelkedő alakja. A postmodern pedig tudjuk, hogy egy eléggé újszerű és fontos meghatározó irányzat, akár még ma is a postmodern prózában már nem alkalmazzák az idő ö, lineáris bemutatását, az időszerkezet megbomlik, tehát nem időrendi sorrendben követik egymást az események, jellemzi Nádas Péter prózáját metaforikus elbeszélés, tehát nem mindig azt írja le, amire pontosan gondol, és egy tudatos, töredékes szövegszerkesztés egy példát hoztam, egy regényt, ott majd elmagyarázom pontosan, hogy miért is uh, ilyen töredékes uh, szövegalkotást alkalmaz, tehát kihagy egyes részeket, ugrik az időben ide-oda. Műveik közül néhányat emeltem ki, természetesen ennél sokkal sokat több regényt uh, megjelentetett, illetve ugye elbeszéléseket is írt, amint látjátok, első elbeszélés kötete, első kötete valaha a Biblia címet kapta. Utána a legismertebb regénye, az Egy családregény vége, ezzel szerzett magának hírnevet. Emlékiratok könyve szintén regény, híres regény trilógiája párhuzamos történetek címmel jelent meg, és érdekességként világló részletek 2017-ben látott napvilágot, tehát ez egy igazán friss és új könyv. A továbbiakban az egy családregény végéről szeretnék beszélni, mint legismertebb regényéről. Először is tisztázzuk, mi is a családregény, illetve a nemzedékregény története. Ahogyan a műfaj megnevezésben már láthatjátok, egy család történetéről van szó, illetve nemzedékek történetéről van szó. A 19. század végén és a 20. század elején válik igazán népszerűvé ez a műfaj, a hagyományos értelemben vett családregény, amely realista, illetve naturalista próza hagyományon alapszik. Tehát a valóságot próbálják, valószerűen próbálják bemutatni a dolgokat. Ismertebb, nagyon-nagyon meghatározó családregények, például Thomas Mann, a Buddenbrook ház című regénye, Gabriel Garcia Márquez 100 év magány című regénye, amely a mágikus realizmushoz kötődik, és akkor a magyar szerzők közül megemlíteném Babics Mihályt és Halálfiai című regényét, illetve Jókai Mór egy magyar nábok című regényét, tehát ezek hagyományos értelemben vett családregények, amelyek időrendi sorrendben írják le az eseményeket, ahol ok-okozati ok összefüggés szerepel, és tehát szépen követhető a család története az elejétől a végéig. A postmodern azonban természetesen mindent ugye összekever, újraértelmez, és nem tartja be a szabályokat, átveszi a családregény és nemzedékregény műfaját, és alkotnak ilyen regényeket, viszont teljesen újraértelmezik azoknak a szabályait. Fő témaként az identitáskeresés ö, merül fel, tehát a legfontosabb téma a postmodern családregényekben a múlt feltárása, egy család múltjának feltárása és az identitáskeresés lesz. Tehát, hogy egy szereplő keresi azt, hogy ő hova is tartozik igazán, ki is ő valójában. Postmodern családregénynek nevezhető, nevezhetőek következő alkotások. Gion Nándor virágos katona címűregénye, ugye tudjuk, hogy Gion Nándor Szent Tamási születésű. Nádas Péter egy családregény vége, amelyről továbbiakban szó lesz majd. Szabó Magda régi módi történet címűregénye; regénye, Závada Pál, Jadviga párnája és Eszterházi Péter, Harmónia Celestis című regénye amely egy igazán tipikus posztmodern alkotás, és akit érdekelnek az ilyenfajta művek, akkor hát ajánlom, hogy a Harmonia Celestis-be olvasson majd bele. Egy családregény vége. Legismertebb regénye, Nádas Péter. Legismertebb regénye 1977-ben jelent meg. Nem nevezhető hagyományos családregénynek, ugyanis mindazok a szabályszerűségek, amelyek Megtalálhatóak egy családregényben, itt eltűnnek. Tehát időrendi, sorrend, okokozati viszony nem található benne, inkább hangulati és érzelmi tényezők határozzák meg azt, hogy mely eseményekről van szó. Tehát a szereplők hogyan viszonyulnak egyes eseményekhez érzelmileg. Ez dönti el, hogy miről is beszélnek a szövegben. A posztmodern is ugye a 20. századi bizonytalanságot mutatja be. A hagyományos értékek eltűnnek teljesen, és keresik magukat a szereplők, hogy kik is ők ebben a kaotikus világban. Tehát a bizonytalanság megjelenik is ugye a hagyományos értékek eltűnése. A regény próza fordulatként értelmezhető, mert ez az első olyan családregény, amely valójában eldobja a korábbi hagyományokat, és valami teljesen újat teremt. Hogyha a címét vizsgáljuk, hát nagyon sok mindent elárul nekünk. Elárulja a műfajt, regény, az alműfajt, családregény, de közben kijelenti azt, hogy hát ennek vége van. Tehát véget ért a családregény, ezek után már nem lehet családregényt írni, nem folytatható ez a történet. A regény fő motivuma és legfontosabb témája az apa kérdés. Az apa szerepe a családban, és hogy hogyan szakad meg egy család története az apa tevékenysége cselekedetei miatt. Narátor egy gyermek. Tehát gyermeki nézőpontból ismerjük meg a történetet, Simon Péternek hívják őt. Ő meséli el, illetve az ő nézőpontján keresztül ismerjük meg a történetüket. Az elbeszélő, a narrátor, illetve maga az emlékezés is jelen időben történik. Tehát az elbeszélünk, a jelenből tekint a múltra, és az emlékezés folyamata, amikor a nagyapjával beszélget, és a jelenben történik. A jelenből tekintünk, tehát múltbéli eseményekre. Amit már említettem, Nádas Péter tudatosan, tehát tudatosan szerkesztette a szövegét, és töredékessé alakította a szöveget, tehát hiányoznak egyes részek a teljes megértéshez, de ez Szándékos volt, ezzel próbálta bemutatni a család történetének szakadásait. Mert hogy itt nem néhány évtizedről van szó, hanem egészen a bibliai korig vezetik vissza a családjuk történetét, és természetes, hogy ezt már nem tudják elmondani teljes egészében. Tehát szakadások figyelhetők meg a család történetében, és szövegben is ilyen szakadások vannak. Tehát nem tudjuk összekötni a szálakat, hogyha olvassuk ezt a regényt. Tehát, mivel a bibliai időkig megyünk vissza a történetmesélésben, ezért megjelennek zsidó és keresztény mítoszok, mitológia, mese, amit átadnak egymásnak a generációk, a nemzedékek, adományozódik ez a tudás. Középpontban három generáció áll, tehát a regény középpontjában van a nagyapa, az apa és az unoka. Tehát ők élnek a jelenben, a nagyapa az, aki átadja a. Teljes történetet, a nemzedékek történetét az unokájának, az apa pedig egy ilyen különös figura, aki megtagad mindent, de erről majd a későbbiekben beszélek. Tehát Ószövetségi és Újszövetségi utalásokat találhatunk a regényben, és nagyon nehéz ezeket egyébként összekötni, megérteni, mivel hogy ismerni kell ehhez a Bibliát és ugye ezt a fajta mitológiát. Ha történelmi időt veszük figyelembe, mikor is játszódik ugye a valóságban ez a regény, akkor azt kell mondanunk, hogy az 1950-es évek Magyarországán. Második világháborút követően tudjuk, hogy egy szocialista, kommunista rendszer köszön be Magyarországon. Biztosan tudjátok, hogy mivel járt ez, milyen volt akkor élni, milyen volt a politikai viszony, és ebben a rendszerben az apa szerepet kap, mert hogy ő egy kommunista párt katona lesz, aki besúgóként tevékenykedik. Tehát egyértelműen beépül ebbe a rendszerbe, és tudjuk azt is, hogy a kommunista rendszer a vallást ugye tagadta, tehát nem, nem engedélyezte a párthoz tartozó embereknek, hogy a vallást gyakorolják. A Simon, Simon Péter név elemzéséből már rájöhetünk arra, hogy milyen kapcsolatban is kerül a család ezzel a bibliai korszakkal, szánt Simon Péter a neve, Simon Péter beszélő név. Ugye Simon, vagyis Simeon alakja a Bibliában feltűnik, ő az, aki felismeri Jézusban a megváltót. Tehát elfogadja Jézust, mint megváltót, és akkor tudjuk, hogy innen származtatható a keresztény vallás. Tehát Jézus, mint megváltó elismerése, által a keresztény vallás felé haladunk. Megjelenik a Bibliában egy másik alak, Küréné Simon, aki nem fogadja el Jézust, mint megváltót, nem hiszi el, hogy Jézus valóban Isten fia, megtagadja, ez pedig ugye a zsidó, zsidó világ, tehát a zsidó vallásnak egyfajta eredete, mondjuk így. És Péter apostol, Simon Péter névben, tehát ott van a Péter apostol név is, aki szintén messiásnak nevezi Jézust, tehát ez is szintén a keresztény valláshoz kötődik. Tehát látjuk, hogy zsidó, keresztény vallás, különböző motivumai szereplői jelennek meg, és ott van a 1950-es évek Magyarországa, amikor vallásról nem beszélhetünk. Ebben a rendszerbe kell valahogyan a fiúnak beilleszkednie. Mit mesél neki a nagyapja? Mit mond el a nagyapja a családjukról? Elmeséli a Simon család alapító mítoszát, mert hogy ők erre még emlékeznek, és ők úgy tartják, hogy Áron főpap nemzetségéből származnak, tehát a zsidók közül származnak, és a zsidó mitológiát ők teljes mértékben ismerik és elismerik, ebbe születtek bele. Tehát Áron főpap, és ugye Kürénéi Simon, aki nem fogadja el Jézust. Ez a zsidó vallásnak egyfajta eredete, és a család innen származtatja magát, hozzájuk kötődnek. A ezek az elbeszélések, amiket egyik apa átad a másiknak, tehát egészen ettől a kortól kezdve folyamatosan ismétlődnek, ciklikusan, minden nemzedék tovább tudja adományozni ezeket a meséket, történeteket a családról, a hetedik ciklusig. A hetedik ciklusban azonban megszakad a család története, ez lenne a regény ideje valójában, amikor a regény játszódik, és akkor egy ilyen táblázatban talán egy kicsit érthetőbb lesz ennek az időnek a szemléltetése. Megkülönböztetünk a regényben háromféle időszámléletet. Van a mítikus-ciklikus idő, tehát ezeknek a történeteknek az átadományozása. Van egy keresztény időszámítás, és a történelmi idő a valóság. A ciklikus-mítikus időben ugye a család történetének kezdetét vizsgálhatjuk. Ez valójában Áron főpap nemzetsége, a jeruzsálemi templom lerombolása, a zsidó mitológia. A nagyapák és unokák fontos szerepet kapnak, nagyapa átadja unokájának ezt a fajta jelrendszert, tehát megtanítja vele, hogy te ide tartozol, ez a te identitásod, továbbadja, és az unoka, amikor fölnő, ő is továbbadja. És egyébként a család történetében megfigyelhetőek visszatérő események is, ugye a regény erre is kitér. Tehát a névadásban ugyanazt a nevet kapják a fiúk, városok égése, menekülés, rabság, árulás motivum. Tehát ez így megis, meg, megismétlődik a családtagok körében. A keresztény mitológia és a keresztény jelrendszer elindul, amikor a nagyapa, tehát a jelenben élő nagyapa már felismeri majd Jézusban a megváltót. Mert hogy elvesz egy keresztény nőt. És ezzel kilép ebből a zsidó világból és ő maga elfogadja a kereszténységet. Tehát ezáltal belép ebbe a keresztény mitológiába, és megfigyelhetjük a valós történelmi időt, a nagyapa házasság kötése ezzel a keresztény nővel, tehát a nagymama keresztény nő, a nagyapa zsidó, és a itt keveredik, valamint az apa alakja, ő az a hiányzó láncszem, aki valójában megszakítja az egész folyamatot, mert ő belép a kommunista pártba, és ezzel a döntéssel elfogadja ezt az eszmét és megtagadja a vallást. A fia, az unoka ebbe születik bele. Tehát ott van a nagyapa, aki zsidó keresztény, ott van az apa, aki kommunista, és akkor ki a kisfiú? Ez a fő kérdés, ő neki kell eldöntenie, hogy hova is tartozik igazán. Tehát a tradíció, a hagyomány nagyon fontos, az apa, aki átadja ezt a kulturális a hagyományt, ugye a zsidók, Istennel kötött szövetségüket adják át egyik nemzedékről a másikra, viszont történnek itt törések. A nagyapa elfogadja már a kereszténységet, az apa pedig kiesik ebből a körből, ugye a kommunizmus kommunista elvei miatt. Tehát megszakad ez a lánc, és így az unoka már nem tudja elsajátítani ezt a fajta tradíciót. Simon Ferenc lenne az apa, tehát valójában ő elárulja elárulja a saját ö, családját, mondhatjuk így, elárulja ezt a hagyományt. A zsidó vallás kulturális járendszere és a kereszténység járendszere pedig összekötődik. A nagyapa, aki a felesége által valójában a kereszténységet is elfogadja, teljesen újra értelmezi a család történetét, és ezt meséli el unokájának. Tehát egy keresztény szempontból meséli el az ő zsidó történetüket, az apa pedig egyértelműen teljesen ugye vallást tagadóvá válik. Az árulás motivum, ami többször előfordul a család történetében, tehát kezdjük innen, hogy Küréné Simon, aki egy ősük lenne, nem ismeri fel Jézusban a megváltót. Innen elindul a zsidó hagyomány. Aztán a nagyapa Jézus hite, a zsidóság elárulója, tehát ő feleségül vesz egy keresztény és Valójában elfogadja Jézust, mint megváltót. Itt megtörik ez a zsidó mitológia, és belépnek egyfajta kevert fázisba. Az apa már nem csak a tradíció és nem csak a, a saját vallásuk elárulója, hanem a család eláruló, elárulója is lesz, hiszen besúgó, és ez egy olyan dolog, amit a család szégyel. Tehát a fiú sajnos arra kényszerül, hogy az intézetben való tartózkodása során megtagadja saját apját, mert hogy a politikai tevékenységét nem tudja elfogadni, és ő már a saját vérét kell, hogy elárulja ezért. Nézzük aztán lezárásképpen, tehát hogyan tudjuk értelmezni, hogyan is ér véget ez a családregény, miért ér véget a családregény. Nevezhetjük ezt egyfajta nevelődési regénynek is, hiszen az unoka áll a középpontban a gyermek, aki próbál fejlődni, és próbál magának utat választani, próbál valamilyen mintát választani magának, hogy melyik úton is menjen, több minta áll előtte. Ott van a nagyapa például, aki zsidó volt, de már kereszténységet is elfogadja, ott a katolikus nagymamája, és ott van az apa a kommunista elveivel. Vajon melyik utat válaszza ő, ki legyen ő valójában? Viszont, mivel 1950-es években ugye a kommunista rendszer hatása alatt más, már más a belátás, mint korábban a vallás szempontjából. Egyértelműen, hogy ebbe a kommunista jelrendszerbe íródnak bele ezek a mesék történetek a családról, a család múltjáról, és talán a fiúnak a szemléletét is befolyásolja ez a rendszer. Tehát nem olyan könnyű a választás, egy ilyen szövevénybe kerül, ahonnan hát próbál kijutni. Megtalálni a saját identitását. Hogyan találja meg ő? Hát először is megtagadja, megtagadja a családot, megtagadja apját, mert nem tudja elfogadni ezt a fajta kommunista szemléletet. A hagyományt viszont lassan elfelejti, a múltját elfelejti, elhagyja, és igazából kiesik a családtörténetből, mert ő már nem fogja tudni továbbadni mindezt. Mert a nagyapjával és az apjával megszakadt valami, ő neki már nem adják át ezt a tradíciót, tehát nem tudja továbbadni a saját utódainak, tehát valami véget ért itt ebben az időszakban. Ezt próbálja Nádas Péter elmondani ezzel a regényel, hogy nagy változások történnek, amikor a múltbéli értékek egyszerűen lerombolódnak, eltűnnek, és valami újat kell teremtenünk. Köszönöm a figyelmet, remélem, hogy érdekes volt ez az óra, és elgondolkodtathat benneteket.